Sziasztok fiúk, lányok, ez itt első látásra az Age of Wonders Planetfall. Ez egy futurisztikus, körökre osztott, műfaját tekintve 4X-es stratégiai játék, általam csak fekitekinek keresztelt stratégiai játék, azaz felfedezni, kiaknázni, terjeszkedni és kiirtani kell majd benne. Ha röviden jellemezni akarnám, akkor úgy képzeljétek el, mint egy futurisztikus Civilizationt, aminek a harcrendszerét ötvözték az XCOM harcrendszerével, és vannak benne hősök is dögivel, egyfajta Sci-fi Heroes of Might and Magic-ként. Szóval eléggé egy vegyes felvágott, de a Jobbik fajtából, mint azt látni fogjátok, a játék augusztus 6-án jelenik majd meg, de én nekem a kiadó Paradox jó voltából lehetőségem volt már ezt megelőzően jó pár órát eltölteni vele, szám szerint olyan nagyjából 12 órát, úgyhogy most én ez alapján fogom nektek röviden bemutatni a játékot, a teljesség igénye nélkül, és elmondani róla a véleményemet. Azt azért hozzá kell tennem, hogy egy ilyen 4X-es játékkal nagyon-nagyon sok időt kell eltölteni, ami kijönnek majd az apróbb hibák, hiányosságok, vagy esetleg így mélységében átlátja az ember a stratégiát és a játék lényegét, úgyhogy ezért mondtam, hogy a teljesség igénye nélkül, de én úgy érzem, hogy ez a 12 óra is elegendő volt ahhoz, hogy leszűrjem a lényeget, hogy milyen is ez a játék valójában. Azt még hozzátenném így az elején, hogy nem ez az első Age of Wonders játék a szériából, már azt hiszem 3 vagy 4 darab is meg volt belőle, de ez az első, amivel én személy szerint komolyabban foglalkoztam, és nagyon kellemesen csalódtam benne. Ez lehet köszönhető egyfelől, hogy elfogult vagyok és nagyon szeretem a sci-fi settinget, de másfelől pedig tényleg a kedvenc játékaim, kedvenc zsánereimnek így a főbb tulajdonságait vértem jól megvalósítva felfedezni benne, úgyhogy tényleg egy nagyon jól összerakott játékot fogok most nektek így megmutatni. Na de ennyit előjáróban, nézzük, hogy mit tud a Planetfall. Amit látjátok így a főmenüben, tehát van szkenárió, tehát mi magunk készíthetünk magunknak a saját játékai szabályaink szerint egy játékot, akkor egy kampány is van a játékban, ami nem rövid, illetve online multiplayer, és talán ami érdekesebb még, hogy mi magunknak készíthetünk saját parancsnokot, és ezt csak azért is mutatnám meg, mert akkor itt van lehetőségem megmutatni a játékba került 6 darab fajt. Az első a Kirkó, akiket hát ilyen sáska rovaremberekként tudnám apostrofálni, nagyon jó pofa, és hát ők ilyen nagyon-nagyon szaporák, lehet úgy mondani. De vannak nekünk ilyen szektás, űrszektás lovagok, akik hát humanoidok, igen, több humanoid is van a játékban, akkor itt vannak az amazonok, akik nagyon közeli barátságban vannak a természettel, mondhatják úgy is, hogy ők a zöldek a játékban, akkor a Dvar, aki hát ilyen űrvakond-szerű népség, hát ilyen nagyon technika, szeretik a technikát, illetve ilyen nagy túlélők, a jéghátán is megélő fajta, akkor az Assembly, akik, hát ez szerintem a legjobb, tehát ők konkrétan az űrkiber zombik. Tehát ők így ilyen mechanik, tehát olyan, mint a Borg, így egymást összeszerelik, a hullákból szerelik össze egymást, tehát nagyon jó pofon, nagyon kreatív, és ezt egyébként az egész játékra el lehet mondani, hogy tényleg így a sci-fi vonalon elengedték a gyeplőt, és mehet az egész szabadon a végtelenbe, és tovább, tehát vannak itt lézerfegyveres dinólovagok, akkor az űrzombik, meg óriás csápokon sétáló moszatpaszujok, tehát így minden van ebben a játékban, a rovar emberekről meg már ne is beszéljünk. És végezetül a Vanguard, hát ők az emberek, az ember-emberek, így a tradicionális értelemben, és itt van lehetőségünk létrehozni akár saját parancsnokot, úgyhogy választhatunk neki fajt, választhatunk neki egy másodlagos titkos technológiát, tehát hogy a fajra jellemző technológia fa, az megvan, és akkor emellé még betársul egy-két extra így a titkos technológiának köszönhetően, és ebből is 6 darab van, és tekintve, hogy ez Paradox játék, én vélelmezem, hogy lesz majd nem egy DLC a játékhoz, ahol extra fajokat, titkos technológiákat, egységeket raknak majd bennem is, nem beszélve még a játékmódokról, vagy térképekről, vagy egyéb kiegészítésekről, szóval így bőven van lehetőség mind a moddolásra, amúgy támogatja a moddolási lehetőséget a játék már alapból, illetve a DLC-kre is,
a kiadó jó voltából. Na, és akkor itt beállítatjuk, hogy milyen legyen a háttér, milyen legyen a beállása a hősünknek, akkor milyen legyen a feje, a dísz, a szemszín, minden. Tehát így nagyon-nagyon testre szabhatjuk a hősünket, és ez azért is jó, mert hogy ezeket a hősöket a játék során szép lassan fejleszgetni fogjuk tudni, az egységek is egyébként, tehát a mezei egységek is fejlődnek a játékban, ráadásul nevet is adhatunk nekik, és tényleg így hozzá fogunk nőni személyesen, személy szerint az egyes egységeinkhez, és én ezt mindig egy nagyon nagy pozitívumnak tartottam minden játéknál, de kifejezetten az XCOM és a hozzá hasonló játékok esetében. Úgyhogy már kapásból egy ilyen kvázi RPG vonulata is van a játéknak, arról nem is beszélve, hogy tele lesz az egész fő és mellék küldetésekkel is, független attól, hogy a kampányt vagy egy saját játékot indítunk. Na jó, akkor be is tölteném azt a játékot, amivel 12 órát eltöltöttem. Hozzáteszem, hogy ebben a kampányban, vagy ezen a pályán tanultam meg a játékot, tehát nem tökéletes, közel sem tökéletes az a stratégia, illetve az az állapot, ahol most jelenleg tartok, de hát azzal főzünk, amink van. Na, előjáróban akkor így tényleg nagy a tanulási görbéje a játéknak, mint minden ilyen nagyobb stratégiai játéknak, de én ebben a videóban akkor megkísérelném így röviden elmagyarázni, hogy mit merre találtok, és azokat a dolgokat, amikre rájöttem, de ahogy mondtam így a kezdéskor is, jó pár 10 órát el lehet tölteni a játékkal, mire így a főbb dolgokra rájön az ember, illetve a kisebb-nagyobb hiányosságok is kibukhatnak, úgyhogy ezt nézzétek el nekem, ha ez nem teljesen fog most sikerülni. Na, amit látjátok, itt vagyunk egy idegen planétán, mindenféle idegen technológiákkal, lényekkel, meg minden más robotokkal övezve, tényleg nagyon szépen néz ki a játék, tehát nagyon sok effekt van benne, és kifejezetten jó így ránézni. Én mondom, én rajongok az ilyen sci-fi játékokért, és ha már ilyen jó sci-fi van benne, akkor nálam már az egy piros pont így már a kezdet-kezdetén, és ebben a játékban, tehát túl azon, hogy sci-fi tényleg szépen is néz ki, anno a Beyond Earth-et is, annak ellenére, hogy ott azért voltak kisebb-nagyobb, azért voltak nagyobb hiányosságok is, de én azt is nagyon szerettem, csak azért, mert sci-fi. Na most ez így kinézetre is, meg hát játékmenetre is ráver a Beyond Earth-re nagyon-nagyon-nagyon sok ponton. És ezt már vehetjük egy nagyon kemény dicséretnek is tőlem. Na jó, akkor nézzük először így a kezelőfelületet, hogy mit hol találunk a játékban. Akkor a jobb alsó sarokban látjátok térkép, még nincs is teljesen felfedezve, itt jelennek meg az értesítések, és ez így sorba vezet minket a teendőinken az adott körbe, körökre osztott stratégiai játékról lévén szó, úgyhogy minden egyes körben minél tovább tartunk a játékba, annál több teendőnk lesz, és hát a játék elején még annyira sok feladatunk nincsen, de ahogy így haladunk előre, egyre több és több és több dolgunk lesz egy kör alatt, úgyhogy senkinek sem kell majd félni attól, hogy unatkozni fog majd a játék vége felé a körökbe, de azt hozzá kell tennem, hogy így a Civilizationhoz képest viszonylag pörgősek ezek a körök. Szóval nem lesz az, hogy egy kör akár 10-15 percig is eltart, hanem úgy pár perc alatt akár lemegy egy kör. Kivétel, hogyha harcolunk, de az egy másik téma. Tehát itt vannak az értesítések, amik ránk vonatkoznak, illetve itt még egyéb dolgok, amik így megtörténtek, és akkor itt szépen mindent mutat a játék, hogy mire kell odafigyelnünk, illetve mik történtek az adott körön belül. Akkor itt a térkép mellett egyből végezhetünk is a körünkkel, ha úgy szeretnénk, megnézhetjük, hogy milyen események történtek, tehát itt ki is lehet bontani a történéseket, ami néha jól jön, illetve itt van ez az Operations, amikkel gyakorlatilag így a nagy térképen használhatunk különféle stratégiai képességeket, illetve lesz majd lehetőség ugyanilyen stratégiai képességek bevetésére a harcok alatt is külön, valamint vannak doktrinák. Hát ezek ilyen birodalom szintű perkek, amiket ugyanúgy be kell tudnunk aktiválni, és ezeket is kutatások révén fogjuk tudni megszerezni. Akkor haladunk tovább. Itt oldalt éppen látjuk a bal alsó sarokban, hogy milyen néppel vagyunk, hányadik körben, a pontos idő, tehát én ezt most 15 óra 05 perckor veszem fel ezt a felvételt, illetve, hogy a vezetőnk, illetve a népünkről, illetve a népünknek a reputációjával kapcsolatban néhány információ, hogy ez általában azt mutatja, hogy a többi másik faj, nép hogyan vélekedik rólunk. Akkor a bal felső sarokban itt vannak a küldetések, ezeket egyébként így el is lehet tüntetni innen, de én ezeket jelöltem ki magamnak, hogy ezeket szeretném így trekkelni, illetve itt található kettő kutatási fa. A piros, azok az egységek, illetve az egység fejlesztések,
valamint ilyen taktikai műveleteknek a fejlesztési fája. Látjátok, elég hosszan megy, és itt több ág is van benne. Na és itt utalnék arra, hogy hiába egy népünk van, akivel elkezdjük, hogyha elfoglalunk egy várost egy másik fajtól, akkor annak a technológiáját is megkapjuk. Legalábbis én nekem ez valahogy sikerült, hogy tehát most már Vanguard egységeket is tudok építeni. Illetve a másodlagos titkos technológiánkhoz képest itt azt is megtaláljuk. Tehát, hogy attól függően, hogy milyen másodlagos titkos technológiát választottunk, azokat is itt tudjuk fejleszteni. És ugyanez igaz a másik fejlesztési fára, ami pedig a gazdasági fejlesztéseket takarja, tehát épületek, különféle szektorfejlesztések, akkor ezek a doktrinák, amikről az imént említettem. Tehát itt nagyon-nagyon sok minden van, és itt is ugyanúgy helyet kaphatnak a választott titkos technológia fejlesztések is. Akkor megyünk tovább, itt található a menü, a diplomácia, ezt gondolom nem különösképpen kell bemutatni, tehát az összes másik fajjal, frakcióval itt tudjuk tartani a kapcsolatot, és annak függvényében, hogy mennyire vagyunk velük baráti viszonyban, akár kereskedhetünk is velük, és egyre jobb, egyre menőbb cuccokat tudunk tőlük kereskedni, ilyen diplomáciai pontokért cserébe, illetve akár más ilyen diplomáciai manővereket is végrehajthatunk, de azokat már csak ezekkel a más fajokkal, tehát ezek a kisebb NPC frakciók, ezekkel csak kereskedni tudunk, vagy háborúzni, míg a nagyobb fajokkal akár más diplomáciai műveletek is megnyílnak, tehát hogy szövetséget kötünk, védekező paktumot, vagy meg nem támadási szerződést, és a többi, és a többi, és a többi. A következő, ezek a különféle ilyen műveletek, ezt már az előbb megnéztük, itt vannak a küldetések. Ugyanis a játékban nagyon nagy szerepet kapnak a küldetések, tehát míg a Civilizationben általában annyi a feladatunk, hogy az emberiség történelmét éljük végig, addig itt nagyon küldetésfókuszú a játék, és hogyha ezeket teljesítjük, akkor különféle bónuszokat is kapunk. Na most itt a küldetések mellett itt még ilyen Unity Military és Development küldetésfák is megjelennek, attól függően, hogy a játékos mit részesít előnyben. Tehát inkább a diplomáciai manővereket szeret, és jobban lenni másokkal, vagy terjeszkedni, csatázni szeret, esetleg fejleszteni, gazdasági manővereket végrehajtani, vagy akár mind a három így vegyesen. És akkor ennek ezek mentén is így jutalmaz a játék, illetve ilyen mérföldköveket tűz ki a játékos elé, ami tök jó, és akkor emellett vannak fő és mellékküldetések is. Akkor a következő az a városoknak a képe, itt láthatjuk az egyes kolóniáinkat vagy városainkat, illetve azoknak az értékeit. Itt találhatóak az egységek, illetve a különféle hadosztályok, hogy ezeket is könnyűszerrel megtaláljuk a térképen, illetve tudjuk ezeket is kezelni, és végül, de nem utolsó sorban egy ilyen template manager, ugyanis az egyes egységeket, ahogy így fejleszteni fogjuk őket, tudjuk még tovább fejleszteni, és így felokosítani különféle upgrade-ekkel, és akkor ezeket a templéteket elmentve, és könnyűszerrel fogunk tudni kiállítani hasonló egységeket, persze a megnövekedett árért cserébe. Na és végül, de nem utolsó sorban, milyen értékeket látunk itt még a tetején a térképnek. Az első az energia, ez talán a legfontosabb, tehát hogy mindenhez energia kell. Az egységek, fejlesztések és épületek felhúzásához, ezeknek a fenntartásához, akkor a különleges képességek és a különleges műveletek aktiválásához, mindenhez energia kell, és érdemes nagyon ráfeküdni az energiatermelésre, nekem ez annyira nem sikerült, de azért úgy valahogy elkaristolunk még. A következő, ez a kozmit. Na most ez ilyen különleges felszerelések, illetve erősebb egységek előállításához és fenntartásához kell. Ez is viszonylag ritka a játékban, és bizonyos zónákban lehet csak kitermelni, úgyhogy ezek is ilyen stratégiai jelentőségű nyersanyagok. Akkor ez itt a kutatás, vagy hát tudás. Minél több van ebből, annál gyorsabban tudunk majd kutatni és fejleszteni. És végezetül, de nem utolsó sorban a befolyás, ez pedig az ilyen diplomáciai manőverekhez és kereskedéshez szükséges majd. Végül, de nem utolsó sorban a jobb felső sarokba is került néhány érdekes érték. A első a támogatottságunk, hogy mennyire szeret vagy utál minket választott népünk.
Értelemszerűen, hogyha szeretnek minket, akkor mindenféle bónuszokra számíthatunk, míg ha utálnak, akkor jön a szívás, úgyhogy érdemes ezt az értéket minimum semlegesen tartani. A következő két érték a taktikai és stratégiai műveleti pontok, előbbivel a harcok alatt, utóbbival pedig itt kint a nagy térképen fogunk tudni bevetni mindenféle extra képességet, és itt vannak még a doktrina szlotok. Na most emlékeztetőül itt vannak a stratégiai műveletek, amint láthatjátok, itt be tudunk vetni akár ilyen radarozó egységet, vagy idézhetünk ugye, így a speciális technológiánknak köszönhetően mindenféle elfeledett démoni lényt így az ürességből, és ezek így mind ilyen taktikai, illetve stratégiai pontokba kerülnek, illetve némi energiába. Úgyhogy jelenleg 6 ilyen operációs pontszámunk van. Végezetül, de nem utolsó sorban, a jobb felső sarokba is került néhány érték, elsőnek a támogatottságunk, hogy mennyire szeret vagy utál minket választott népünk. Értelemszerűen, ha szeretnek minket, akkor mindenféle jó dologra számíthatunk, míg utálat esetén mindenféle szívásra, úgyhogy érdemes ezt az értéket minimum így semlegesen megőrizni. A következő két érték a taktikai, illetve a stratégiai hadműveleti pontok. Előbbivel a harcok alatt fogunk tudni különleges képességeket használni, még utóbbival itt kint a nagy térképen fogunk tudni bevetni mindenféle dolgot, és végezetül, hogy hány aktív doktrinánk, vagy hát ilyen birodalom szintű rendeletünk lehet. Emlékeztető gyanán, tehát itt vannak az operációs műveletek, jelenleg nincs olyan sok kifejlesztve nálam, úgyhogy például tudnék ilyen felfedező radart bevetni, hogyha lenne mondjuk 40 energiám, a 4 operációs pont az megvan hozzá, és akkor ezt egyből azonnal be tudnám élesíteni. De mondjuk ehhez a Vision of Darknesshez már egy kör kéne, mert ehhez 8 darab pont kell, tehát ezeknél akár több körön keresztül is élesedhet az adott stratégiai művelet, vagy pedig bevezetésre szánt doktrina, és a doktrinák is itt vannak, tehát ezek a birodalom szintű rendeletek, amik ilyen passzív bónuszt biztosítanak így globálisan az egész birodalmunk számára, ezeket is van lehetőség cserélgetni, hogyha megvan hozzá a szükséges pontunk, illetve energiánk, és ezeknek a létszámát pedig és fajtáját kutatásra révén tudjuk fejleszteni és bővíteni. Úgyhogy röviden és tömören ennyit a kezelőfelületről, illetve még egy nagyon fontos dolog, van itt nekünk még egy archívum a jobb felső sarokban, ahol mindent, de tényleg mindent, az alapfogalmaktól kezdve a különféle birodalmak és egységek leírásán keresztül mindent megtalálunk, és ez nagyon jó egy ilyen játékban, egyrészt, mert akkor így tényleg van lehetőségünk tanulmányozni az adott egységeket, adott fejlesztéseket, másrészt meg tök jó, hogy ennyi mindent így leírást és történetet kerítettek a legutolsó egységnek is. Én személy szerint speciál arra használtam, hogy megkeressem, hogy a legdurvább és legkirályabb egységeket hol találom, így például tudom most már azt is, hogy az Amazonoknál van a lézerfegyveres Tyrannosaurus Rex dinolovagok, vagy meg tudnám nézni például, hogy a Xenoplégnél vannak az óriás harci passzúj lépegetők. Szóval nagyon sok minden van itt, és ezt itt mind megtaláljátok, minden leírással és harcértékkel vegyítve. Ajánlom figyelmetekbe. Most pedig akkor nézzük a játék menetet, mert az is eléggé érdekesen sikeredett. Na, adva vannak a városaink, itt van például Axrza, jó, bocsánat a nevért, nem neveztem át semmit, de egyébként volna lehetőség rá, simán. Itt láthatjuk, hogy adott város éppen mit gyárt, mennyi időbe telik a gyártás, hát most energiát termel végtelen sokáig, itt van a neve, illetve hogy hányos a populáció szintje, és az hány kör múlva lép szintet. Most 28 azt hiszem a max, tehát hogy annál tovább már nem fog menni sem erre se, illetve itt fölül látjuk a városban megtermelt javakat, tehát kaja, energia, produktivitás, tudomány, mennyire jókedvűek a polgárok, illetve hogy mennyire nőtt ki a város, illetve hogy hány szektor lehet elfoglalva a város körül. A szektorokról mindjárt beszélgetünk majd. Itt pedig a bal oldalt, hogy milyen egységeket tudunk gyártani, tehát ez itt az egységfül az első. A következő az a városfejlesztés, illetve bizonyos fokig a városhoz tartozó szektoroknak is a fejlesztése ide van besorolva, tehát mindenféle épületek és fejlesztések itt találhatóak a városhoz köthetően. Itt pedig már külön az egyes városhoz tartozó szektorokra lehet fejlesztéseket kérni. Ezek is elég fontosak, ezekkel tudjuk gyakorlatilag még tovább növelni az adott szektornak a hatékonyságát, illetve hogy milyen profil irányába működik az adott szektor. Na, és itt van
vannak még a városban a polgárok, hogy itt eloszthatjuk, hogy ki mit csináljon az adott városban, hát itt ki van maxolva minden, tehát ennél maxosabb már nem is lehetne, de tudunk gazdálkodni, esetleg kicsit több ember termeljen kaját, vagy kevesebb, ugyanez az energiája, meg az összes többi értékre vonatkozólag, és végezetül információk a városról, itt van lehetőségeken átnevezni a kolóniát, illetve hogy milyen épületek és fejlesztések találhatóak benne, vagy akár el is pusztíthatjuk, vagy át is migrálhatjuk az egész várost. És ez tök jó opció egyébként, hogy ez a két utóbbi is bekerült. Ezeket nem sűrűn láttam így a stratégiai játékokban hasonló szinten. Szóval itt vannak a városok. Na most a térkép szektorokra van osztva. Ha most itt látjátok valamennyire, itt szaggatott vonallal jelzi az egyes szektoroknak a határait, feltéve ami nem hozzám tartozik, tehát ez a lila határ, ez itt mind én vagyok, és amit így a lila határon belül tartunk. Na most, ahogy fejlődnek a városok, így minden negyedik populáció után van lehetőség hozzá csatolni, annektálni egy szomszédos szektort, vagy pedig egy olyan szektort, ami már annektált szektorral szomszédos, tehát akár messze is elterjeszthetjük a várost. Most ennek módja, hogy például itt van ez a Forest of Liberty, ez a szektornak a neve. Ha most így rákattintok, akkor itt vannak különféle opciók, és csak úgy tudunk annektálni szektort, hogyha egy egységet erre a központi részre vezényelünk, tehát itt, ahol ez a kis piszkavas van, vagy olyan neve a szektornak. És itt pedig oldalt látjuk, hogy milyen nyersanyagok vannak az adott szektorban, illetve hogy ez milyen formában létezik. Erdő, patak, vagy ez az Arcadian, az nem tudom mit akar, de a lényeg az, hogy ezeket kiaknázni csak megfelelő fejlesztések birtokában tudjuk. Tehát jelenleg én itt az erdős, illetve a folyós nyersanyagokat tudom kiaknázni ebből, vagy tudnám, mert ez még nem tartozik hozzám, tehát ezeket tudnám kiaknázni, viszont az Arcadiant még nem, és ezeket a piros, illetve a lakatikon is jelzi. Na most ehhez ezeket a gazdasági fejlesztéseket kellene megcsinálnom, itt például pont az Arcadian ilyen fejlesztésen dolgozom, tehát 3 kör múlva már ezt is ki fogom tudni aknázni, és akkor az a város, amelyikhez csatoltam ezt a területet, ennyivel többet fog termelni. És akkor így a szektorokban különféle profilokat létesíthetünk az adott szektorra vonatkozóan, például ez itt egy kutatóállomás, tehát hogy ez a szektor elsődlegesen kutatási pontokat generál nekem, de például ebben a szektorban, a Tenders Groove-ban már található egy ilyen elhagyatott erőmű is, ami még energiát biztosít pluszban. És akkor így, ha körbenézünk a szektorokban, akkor láthatjuk, ilyen nagyon változatos dolgok vannak. Tehát ebbe például van egy ilyen elhagyatott ilyen biodóm, ahol mindenféle növények nőnek, ami pedig kaját termel majd többet nekünk. De itt van például egy ilyen stadion, ami meg plusz boldogságot generál. Vagy ha erre tovább megyünk, akkor ebben a szektorban 2 ilyen kozmit völgy is található, vagy ilyen kozmit kristály lerakat, amik pedig a kozmitot termelik, ami egy nagyon fontos stratégiai nyersanyag. Úgyhogy nagyon változatosak ezek a különféle dolgok, amik a szektorokban megtalálhatók, illetve nagyon változatosak maguk a szektorok is, hogy milyen nyersanyagok és milyen felülettípusok találhatóak benne. Na, itt van például egy általam megidézett ilyen árnyszörnyeteg, vagy nem is tudom micsoda, ami hát elsősorban egy ilyen láthatatlan felderítő egység. Na és például, hogyha ezekre a spéci dolgokra rávezényeljük az egység, például egy ilyen void vihar találtam, egy ilyen negatív dolog, ami az egész szektorra, illetve a szektorban tanyázó egységekre is kihat. Tehát például, ha ebben a szektorban csatáznánk, akkor a regeneráció le lenne csökkentve, meg még nagyon sok minden más, de el is tudjuk ezt tüntetni, csak ez ugye nagyon sok nyersanyagba kerül, hogy ezeket a negatív dolgokat eltüntessük. Szóval maga a játék egy ilyen városfejlesztés, illetve szektor management, viszont azt hozzátenném, hogy egy városnak maximálisan 5 hozzácsatolt szektora lehet. Úgyhogy ehhez mérten kell majd megterveznünk, hogy hogyan, merre akarunk majd terjeszkedni, és ez volt az a rész, ahol valószínűleg a legtöbbet hibáztam ebben a játékban, amit látjátok, tehát, hogy itt a főváros, és itt hozzá van csatolva egy-két szektor, aztán, hogy haladunk erre, itt van a második városom, The Kurks, vagy nem tudom, hogy mondjam. Na, itt is szépen itt terjeszkedünk, itt is van egy ilyen kutatóállomás,
és ahogy növekszik a város, úgy tudok hozzá plusz szektorokat hozzácsatolni, és itt pedig ez már például, ez a Vanguard városom, ezt nem tudom, hogy hogyan sikerült így beszereznem, de van itt egy Vanguard technológiám ezáltal, és akkor így szépen így ezekre a sztyeppékre így rátenyereltem, de hozzá kell tennem, hogy meg kellett értem mondjuk küzdenem, vagy például így a tengerparti városomok, így a tengereken is létesítheti ilyen szektorközpontokat, és ráadásul ezeket a szektorokat külön egyesével be tudjuk támadni, és akkor csatázni bennük. És ha már így a csatára került a szó, akkor nézzünk is meg egy ütközetet, ami ugyancsak megéri a maga pénzét. Valahol, de nézzük meg az egységeinket. Itt is vagyunk. Tehát itt vannak ezek a paragon egységek, akik itt, hát nem vagyunk éppen jóban a paragonokkal, úgyhogy meg is fogom most őket én támadni egyfajta megelőző csapásként. Egyébként, ha ők támadnának minket, valószínűleg ugyanaz lenne a végkifejlet, de akkor most támadjuk meg őket. Itt kettő hadosztályom is állomásozik, és itt látjátok, ha rákattintok a hadosztályokra, mind a kettőben van egy-egy hős egység, és itt van a hős egységem. Na, a hős egységek annyiban hősiesebbek, mint a normál egységek, hogy nekik még plusz fegyverzetet is választhatunk, elsődleges és másodlagos fegyverzetet, és ezeknek is a megvétele egyrészt technológia függő, másrészt nyersanyag függő, hogy megvan-e hozzá a megfelelő nyersanyagunk, hogy fel tudjuk fegyverezni az adott hőst. Illetve nagyon jó pofa, tehát van olyan skillja a hősöknek, hogy konkrétan lovagolhatnak egy már kifejlesztett valamin. Így például egy ilyen hatalmas nagy szörnyetegre is, vagy egy ilyen rovarra is rá tudnám őt ültetni, ami hát nem kis poén azért. És itt vannak még az egyéb kiegészítők és felszerelések, ezeket is vagy találjuk küldetések alatt, vagy pedig ugye kifejlesztjük, és onnantól kezdve energiáért, illetve ilyen kozmitért bármelyik egységünkre rászerelhetjük, és hogyha ez megvan, akkor ilyen loadoutokat is elment nekünk a játék. Ja, és a hősök még külön szintet lépnek, és szintlépéskor kioszthatunk nekik mindenféle talentet, amiket így ezáltal megkapnak, és erősebbek lesznek. Na most megkaptál a vezetés képességét, és akkor, hogyha lenne hozzá elég energiám és kozmitom, akkor ráültethetném egy ilyen óriási harci bogárra, és akkor azon lovagolna. Ami hát nem kis poén. És akkor ugyanezt eljátszhatjuk az egységekkel, annyi különbséggel, hogy az egységeknek ezeket a felszereléseit tudjuk csak kiválasztani, viszont a fő fegyverzetüket már nem. Tehát ennyi különbség, de ők is ugyanúgy szintet lépnek, és szintlépéssel több lesz a HP-jük, kicsivel nagyobbat sebeznek, messzebbre látnak, tovább tudnak közlekedni, és a többi, és a többi, és a többi. Na, és egy ilyen egységben 6 hadosztály foglalhat helyet, ezt cserélgethetjük is, ha úgy tetszik. Na, és akkor én most betámadom a Vanguardot, és ez egy nagyon érdekes dolog, és ez is tökre tetszett, hogy attól függően, hogy van-e még az a megtámadni kívánt egység körül másik hadosztályunk, mindegyiket harcba szólíthatjuk. És akkor látjátok, hogy itt a szomszédos hadosztályból is jönnek az egységek majd mindjárt csatázni. Itt választhatunk egyébként, hogy mi manuálisan megcsináljuk a harcot, vagy automatikusan a gépre bízzuk. Hát ezt most így manuálisan levezényelném, és akkor ezzel megnézzük a csatát is. Na itt is volnánk. Így a dzsungel közepén. Mindig először az kezd, akit megtámadtak, jelen esetben a gép, és itt így a csatamező is, tehát nagyon változatos attól függően, hogy milyen helyen, milyen éghajlatban csatázunk, és itt megjegyezném, hogy nem csak ilyen búzs, buja, dzsungeles bolygók vannak, hanem vannak sivatagos, mocsaras, meg még ki tudja milyen jeges bolygók is, és akkor ennek megfelelően nagyon változatosak így a helyszínek. A csatamező teljesen 3D-s, forgatható, rotálható a kamera, minden irányba, tehát, és így, ha ráközelítek, tehát így minden egység nagyon szépen ki van dolgozva és animálva, tehát így tényleg olyan, mint hogy most ment át a játék XCOM-ba, tehát ez itt az XCOM mód. Na, és akkor itt van az egyik bagázs, és akkor így választhatunk az egységeink közül, hogy melyikkel, tehát nincs megadva fix sorrend, hogy melyikkel akarunk csatázni, teljességgel ránk van bízva. Na hát 5 speciál hátra küldöm, mert nem szeretném, hogy esetleg meghalljon szegényke, mert nagyon kevés valamiért az élete, valószínűleg egy előző csatából. Na, hát akkor kezdjünk talán ezzel a felderítővel. Na, nagyon fontos dolog, ez elsőre egy kicsit nehézkes lehet, tehát vannak a képességek, és mindegyik képességnek mutatja a hatósugarát egy ilyen fehér szaggatott vonallal, tehát ezzel itt, ami így itt megy.
hogy azon belül elér, és oda tudunk lőni. Van itt három szín, és mindegyik egységnek van három ilyen mozgáscsíkja. Na most, ha a zöldön, a világos zöldön belül küldöm ezt bárhova, akkor még nem használ el egyet se. Ha a világos kékbe átmegy, akkor már az első csíkot elhasználjuk, ha pedig már a sötét kékbe, akkor a másodikat is, de itt még akkor pont van lehetőségünk egyet támadni, és akkor látjátok, tehát a fehér csík hatósugarán belülre került már ez a két egység is, úgyhogy mi választhatunk, hogy melyiket kívánjuk megtámadni ezzel a képességgel. Viszont ha több képessége is van az adott lényünknek, akkor például átváltunk erre, ez például jelzi, ez egy területre ható képesség, de ez például csak úgy bevethető, hogy ez az egység épp hogy csak kap belőle, tehát ezt nem érdemes így ellőnünk, de viszont annyi segítséget kapunk, hogy amikor átmegyek egy másik egységre, mondjuk itt erre a sniper hősömre, akkor itt látjuk, hogy ő ugye nem ér el senkit. Na most, ha így csak oda viszem a kurzort a megfelelő zónára, de úgy érzem, hogy ő sehol nem fog betélozni senkit, talán itt, de nem, még itt sem. Na hát ez elég ciki. Akkor talán vele. De a lényeg, igen. Na nézzétek csak, tehát hogyha ő vele idáig eljönnék, akkor ott elkezdett sárgán, illetve zölden világítani a két ellenfél feje fölött egy ilyen célkeres. Na most az mutatja, hogy erről a zónáról őket már nemhogy látjuk, de célba is vehetjük. És attól függően, hogy zölden, sárgán vagy pirosan világít az a célkereszt, hogy mekkora eséllyel fogjuk tudni eltalálni innen őket. Tehát innen csak sárgán, tehát ilyen közepes hatékonysággal ezt a hadosztályt tudjuk, ezeket az elit őröket eltalálni, de ha ide vinném, akkor nagyon jól rálátnék erre a lépegetőre is. És én most pont ezt fogom tenni, fogom, és ezt a lépegetőt, azt hiszem, igen, mert hogy ők itt a bozótba lapulnak ráadásul, tehát a különböző tereptárgyak és a tereptárgyak által biztosított védelem az aktívan befolyásolja, hogy el tudunk-e valakit találni. Illetve be is lehet keríteni, tehát ilyen bekerítő manőverek, hátulról minden nagyobbat üt, stb. Ez ugyanúgy megvan. Úgyhogy most köpjük le, és ez egy pajzsot is levet. Nagyon sokfajta elementális támadás van egyébként a játékban, ugyancsak, ezt így szeretném kihangsúlyozni. Na nézzük neki, milyen képességei vannak. Devour, Hope, jó, az annyira nem érdekes, viszont azt ott minél ki szeretném onnan szedni. Na, itt van a nagy bamlasz. Ha például tudtam volna egyet szerezni, akkor egy ilyenen is lovagolhatott volna a hősöm, de hát sajnos nem futotta rá. Jó, hát vele egy kicsit közelebb megyünk, és akkor itt lekussadunk. Na velük, hát ők is egy ilyen mesterlövés csoport, de egyelőre csak közelebb mennék. Tudnék velük teleportálni, de akkor őket rárakom Overwatch-ra, és akkor ezt a zónát, ha bárki oda belép, akkor azt így széjjel fogják lőni. Na most, ha én itt bármelyikkel közelebb megyek, azt szerintem nem tanácsos, mert eltalálni nagyon egyiket se tudom még a kék hatósugaron belül. Ja, de szerintem, ha itt meglapulunk, akkor ez a kör az úgy még jó lehet. Attól függően, hogy az ellenfél merre fog elmozdulni. Ezt a cecellegyemet, vagy hát ez egy kicsit nagyobb, mint egy cecellégy, de ezt fogják valószínűleg meg az első hősömet sortűz alá venni. Úgyhogy meglátjuk, hogy a gép először mit lép. Én minden esetre ezekkel a kis void, vagy pszichonikus medúzákkal kicsit közelebb megyek, felkészülvén arra, hogy majd a következő körben csapást mérjek rájuk. Illetve a sáska embereknek egy különleges képessége, hogyha egymás mellett vannak, akkor kapnak extra pajzsokat. És itt látszik, hogy így elkezdi vibrálni körülöttük a levegő, és akkor itt az egység fölött mutatja, hogy négy pajzsuk van. Na, ezzel is még így ide vándorolok szépen. Jó, ezzel szerintem vége is a körömnek. Nem baj, hogy a többiek még tudnának mozogni. Na, lássuk, hogy mit lép a gép. Ó, te onnan eltalálsz minket? Az szép. Hú, ez is egy nagy rakétát fog beénk küldeni szerintem. Nem. Helyette inkább sortűz. Overcharge. Jó, az nem tudjuk mit jelent. Igen, elsőre a harcok, meg a sok érték, meg sok lehetőség, az nagyon le tudja taglózni az ember, főleg úgy, hogy nem tudja, hogy melyik a jó, mi mit csinál, de aztán idővel, ahogy így rájön az ember, így minden a helyére fog kerülni. Úgyhogy ebből a szempontból is nagyon jó és változatos a játék. Na jó, menjünk közelebb a bestiával és próbáljuk meg megenni ezeket. Ó, tökéletes. Egyből rálátunk. Na, akkor lássuk, hogy itt kit tudunk lelőni. Hát nagyon senkit, úgyhogy kicsit közelebb kéne másznom, vagy fogom a cecelegyemet,
Ó, nagyon jó, a Mac-re itt rálátok, úgyhogy mehet tovább a köpet a Mac-re. Ráadásul már kettő, mert ugye nem kellett messze mennem, kettő ponton maradt meg, és ilyenkor többet is lőnek, vagy köpnek az adott egységek. Na most innen rálátok, nagyszerű, ráadásul oldalról tudom célba venni, úgyhogy akár kettő töltényt is kaphat. Vagy hát egyszerre a kettőt. Na. Aha, ha ide közelebb jönnék, hát itt sárgán, de el tudom találni, úgyhogy ez a pszionikus medúza akkor sortűz alá veszi ezt. Ó, és kritikát fog lőni rá! Uff! Jó, hát ennek annyi. Na, akkor lássuk azt ott. Honnan lenne jó őt betalálni? Az a baj, ó, innen jó a rálátás. Nem tudom, hogy innen miért jobb a rálátásunk, de ez nekem épp elég. Szép. Na nézzük, te, hát nagyon gyérül találnád csak el. De nem baj, mert akkor fogom és bevetem az egyik stratégiai fegyveremet, vagy taktikai fegyveremet, és ezek mondom az egész pályán bevethetőek bármikor, annyi csak, hogy használatuk energiába kerül, illetve attól függően, hogy mennyi ilyen taktikai pontunk van, annyi darab ilyen mozgásunk lehet még ezekből a taktikai akciókból. Tehát szám szerint most 5, már csak 5 ilyen taktikai manőverünk lehetséges. Na nézzük, hogy innen ezt el tudom találni. Hát innen még egyet pukkanthatok bele, az már nekem akár jó is lehet. Jó. Ráadásul kapott egy ilyen broken mind, tehát megtörtük az elméjét. Na jó, hát ezzel nem állunk le. Még egy kicsit tovább törjük az elméjét annak a kis harckocsinak. Jó, kimaradt még életben. Itt vannak ezek a fanatikusok, jó. Ővelük majd a következő szörnyben. A következő körben akkor leszámolunk. Úgyhogy jöhet a következő kör. Jó, közelebb jönnek, annál jobb. Beteleportálnak oda, még közelebb, szuper! És akkor szegény, óriás bogaramat lőtték szét, de hát most meg fogja enni őket konkrétan. Au! És itt a vége, fussál véle! Na, hát így néz ki a harc! És szerintem nagyon jó, tényleg megvan a stratégiai mélysége, és tök izgalmas és realisztikus ütközeteket tudunk vívni, és az, hogy így egyszerre több hadosztályt is csatasorba szólíthatunk, az nekem kifejezetten tetszett. Na, úgyhogy Dióhéjban akkor ez lenne a Planetfall, hölgyeim és uraim, tehát városokat építünk, szektorokat uralunk, azokat fejlesztjük, különféle taktikai műveleteket hajtunk végre, egységeket gyártunk, azokkal csatázunk, és közben csináljuk a küldetéseket, és a végén pedig hát megnyerjük a játékot. És végtelen számú újrajátszás van a játékban gyakorlatilag, és hogyha a Paradox tartja magát az eddigi tendenciáihoz, akkor nagyon sok DLC-t is lehet még várni a játékhoz. Szerintem kifejezetten jól sikerült, így külön negatívumot talán csak a tanulási görbét tudnám megemlíteni a játékban, ami azért elsőre tényleg letaglózhatja az embereket, de bízom benne, hogy ezzel a kis videóval azért sikerült megkönnyítenem a dolgát azoknak, akik így a játék megvásárlásán gondolkoznak. Tehát ez ilyen tök jó egyvelege lett a Civilizationnek, az XCOM-nak, és egy kicsit a Heroes of Might and Magic-nek. Annyi csak, hogy nincs annyira elmélyítve, mint ezek a játékok így egyenként a saját mesdjéjükön, de ugyanakkor mindegyikből a legjobb elemeket szerintem sikeresen átemelték, és hát ez egy nagyon jó sci-fi körökre osztott fekiteki lett. Köszönöm szépen a figyelmet, ez volt az Age of Wonders Planetfall, hogyha tetszett, akkor megtaláljátok Steamen augusztus 6-ától, én pedig akkor ezzel búcsúzom, mindenkinek jó holdra vagy bolygóra szállást kívánok, szervusztok!